Sok szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket, és én a idő, felfogások és önformálás címet adtam ennek a előadásnak, amivel szeretnék a mai nap szándékaihoz és sikeréhez hozzájárulni. Azt gondolom, hogy a két témakör óriási nagy felelősséggel fonódik össze, hiszen valamikor egy 15 évvel ezelőtt figyeltem fel arra, hogy amíg a térrel, a térben lévő testekkel, tárgyakkal, mindenséggel, földbolygó, univerzum, úgymond, tehát a tárgyiasult valóságvilággal minden nap nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és nagyon jól el tudunk igazodni a térbeliségben. Eladdig az idővel szerintem bajok vannak, nem figyelünk megfelelően az időre. Ugye nagyon érdekes dolog az, és ugye nagyon sokan teszik fel a kérdést, hogy hát mi az idő, hogy ugye óriási nagy felelősség maga, és ugye van egy ilyen mondás, hogy hát az idő igazi titka, az idő igazi belső lényege, megjelenésének talapzatai, gyökérzetei, azok az idők végezetéig titkok maradnak, úgymond. Tehát ez ugye tartja magát ez a vélemény. Ugyanis, ha igazából megnéznénk ugye az idő, hát miben létét, kézzelfoghatóságát, vagy ha nem is kézzel, de a lélek általi megfoghatóságát. Ugye nagyon lényeges dolog, nem biztos, hogy kézzel foghatóan kell, vagy kézzel foghatólag kell az időhöz viszonyulnunk. Lehet, hogy ez a lélek, a mentális belső, hát az, ami kapcsolódik valamilyen módon az időhöz. Ugyanis látjuk, hogy igazából, hogyha megnézzük az inter, trans és multi disziplináris szemléletű megközelítéseket, akkor azt látjuk, hogy két nagyon stabil, két nagyon fix dolog van a világon. Az egyik a gravitáció, a másik pedig az idő. Nagy valószínűséggel van összefüggés az idő és a gravitáció között, de ugye azt is írják több helyen szakirodalomban, hogy hát nagy valószínűséggel együtt keletkezhetett, indulhatott el az idő és a gravitáció. Na most azt is szokták mondani, hogy talán ez a két dolog a világon, amit az ember még nem tudott elrontani. Mert minden mást el lehet rontani, ugye? De az időhöz ugye nem férünk hozzá, ugyanis nincs bennünk az idő. Az ember nem tartalmazza az időt implicit módon. Az emberben nincs benne az idő. Majd amikor Kanthoz érek, akkor fogok erről bővebben beszélni. Tehát valahogy mi csak, ugye, ami a klasszikus példa erre, amit szoktam mondani, hogy a kosárlabda edző, vagy vízilabda edző időt kér a bírótól, ugye, hogy a játékosoknak ugye elmondja a taktikai utasítást, tehát időt kér. Na most ez az, hogy időt nem lehet kérni, idő nincs. Rosszul mondja a speaker a tévében, vagy rádióban, nem időt kérő valójában, hanem az időhöz való viszonyból kér. Óriási különbség. Időt nem lehet kérni. De az ugye, az egy valami nagyon-nagyon erősen kívülálló, és csak a legmélyebb belső mentális zugokban jelenik meg, majd a végén talán világossá fogom tenni ezeket a bonyolult mondatokat. És ugye, hát szoktuk mondani, hogy nincs időm, vagy majd az idő megoldja, tehát rengeteg sok közmondás, szentencia kapcsolódik az időhöz. Woody Allen azt mondta, hogy hát az idő az, amit az óra néz. Amit az óra figyel, ugye? És ilyen értelemben nagyon sokféle idő van, mivel ugye szembesülünk, hiszen minden tevékenységnek ugye megvan a saját ideje. Ugye rendelt ideje, ugye ez a ószövetségi, tehát mindennek rendelt ideje van. Tehát sem előbb, sem később az nem következhet be, vagy nem kezdhető el. És ugye
Legutóbb ugye az internetnek az elterjedése hát alakította az időhöz való viszonyunkat. Ugye a fizikai idő az ugye az a kézzel fogható, számlálható, kronológikus idő, ami ugye tólig tart, és ugye nagyon érdekes dolog, hogy az idő viszonyok, ahogy itt a több fizikai csillagászati előadásban is ugye megjelent, illetve elhangzott, hogy speciális körülmények között ugye megváltozik az időnek is a horizontja, az időnek az észrevehetősége, múlása, ugye itt a görbült terek, akkor a fekete lyukaknál, vagy a mágnesesség, tehát nagyon sok minden olyan dolog hathat az időhöz való viszonyunkra, amit ugye hát figyelembe kell vennünk adott szituációkban. De ugyanilyen a biológiai idő, ami érdekes, hogy minden hát testrendszerünknek megvan a maga belső időisége, de ezekhez tulajdonképpen semmi közünk, mert ezek önműködő rendszerek bennünk. A proteinidő, akkor a különböző szénhidrát idő, és a különböző hát szervrendszerek különböző típusú időiséggel dolgoznak össze. És amikor valaki ugye megbetegszik, akkor ezek az idő, ezek a különböző szervrendszerek által dominált időiségek egysége valamilyen módon megbomlik. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog. És a filozófiai idő, ami ugye hát ugye vagy a lételmélet, ontológia, vagy pedig az ismeretelmélet, az episztemológia szemüvegén keresztül látható. Tehát ugye a létezésünknél ugye a mi végre. Tehát a mi végre. Hogy miért pont mi? Mi az a cél? Mi az a esemény, aktus, aktoritás, ami miatt megszülettünk? Pont mi? Kicsit lehet, hogy elcsépeltnek hangzik, de szoktam azért mondani, hogy minden ember győztes, aki megszületett. Szóval ne felejtsük el, hogy egy óriási versenyfutásban értünk célba. Sok ezer, sok tízezer társunk között futottunk, még erősebb férfinál lehet, hogy több millió is, akár, és célba értünk. Mi ágyazottunk be, és jöttünk létre, megszülettünk, stb. Stb. Ugye ennek egy hihetetlenül mély misztériuma van. Most ezt nem boncolom, ez egy külön előadás lenne, ez a születés misztériuma a különböző idősíkok között. Vagy az irodalmi idő. Én a pályámat tulajdonképpen azzal kezdtem, a úgymond gondolkodói pályámat, hogy a 60-as években nagy influenza járványok voltak, és mivel egy-két gyerek voltam, anyám bedugott a dunyha alá az influenza járvány, mert ott a környéken meghalt egy pár gyermek járványba, és úgy fétett engem, és akkor azt csinált, hogy akkor az volt a divat, hogy Maripen, C-vitamin, kalmopirin. Ugye ez volt a szent triumvirátus gyógyszerve, és bedugott a dunyha alá, fiam, ne kelj ki innen, mert akkor különben nagy bajod lesz, hogyha fölkelsz. És ugye akkor talán emlékszik rá az én korosztályomból itt többen, hogy hát akkor ugye ki kellett feküdni a betegségeket. Ma már ugye egy influenza, náta, stb. Senki nem nagyon fekszik le, ha csak nem valami súlyosabb állapot van. És akkor anyám ugye ravasz módon ugye, ez pedagógiailag is bekalkulálta, lásd ugye idő, mert ezáltal ő szabad időhöz jutott, mert én rám nem kellett annyit vigyázni, meg nem rosszalkodtam. Ugye? Tehát rendkívül rafinált időgazdálkodással bírt az édesanyám, és akkor én meg ugye ott kezdtem meg gondolkodni a dunyha alatt, tizenévesen, hogy úristen, hát mit csináljak itt, a társaim kint fociztak az utcán, ott röhögtek, én meg ott senyvedek a kalmopirin, C-vitamin, stb. Körülnéztem, ott volt a rengeteg könyv, és elkezdtem olvasni. Az első könyv, amit elolvastam, ezeket az 67-68 körül, Walter Scott Ivanhoe. Nagyon jó belé. Most is ajánlom a hallgatóimnak, hogy olvassák el, és ugye szoktam ugye játszani ezzel, hogyha hallgatók hát nem nagyon akarnak valamit megtenni, akkor megfenyegetem őket, hogy
akkor sajnos a cappella eléneklem nekik a szovjet himnuszt. És annak ide énekaros voltam, most is fejből tudom a szovjet himnusz oroszul. Most itt megkímélem a jelenlévőket a szovjet himnusz élvezetétől, de azért mondom, hogy tehát ez ilyen dolog volt, hogy itt találkoztam a regény idővel, a regény térrel, és akkor rájöttem arra, hogy ahogy olvastam az Ivanhoe-t, ott a dunyha alatt ott megjelentek előttem azok a csodálatos jelenetek az angol meg a skót történelemből. És elkezdtem falni a könyveket, és ugye akkor bosszankodtam, hogy miért kell nekem a dunyha alatt lenni, és közben életem legnagyobb ajándékát adta anyám a kezembe. Az egész eltelt fél évszázadot ebben az örömben, ebben a csodálatos szellemi valóságban töltöttem. Ugye? Az idő. Ugye ő nem gondolt erre, hogy pont ez lesz majd a vége, vagy ez határozza a pályámat, de így történt. Az alapidők tekintetében három nagy idő van. Ugye itt a kozmikus idő, amiről ma ugye itt a fizika tudománya kapcsán, illetve a csillagászat kapcsán ugye többször ugye, hát, szó esett, és ugye gondoljunk csak bele, hogy az idő és a terek kapcsolata vonatkozásában. Itt néztük azt a teleszkópnak azt a felvételét, ahol ugye mondta az őrs, hogy ott azok a fények, azok nem csillagok, meg nem bolygók, hanem galaxisok. Ugye ez a, amit már sokan észrevettek, ugye onnantól kezdve, hogy vannak távcsövek, tehát nagyjából itt ugye ez a Örsted, Huygens, meg ezek ugye innentől kezdve vannak nagyjából távcsövek, és ugye elképesztő az a fantasztikus, az a hatalmas mélység, amit ugye itt idéztél, hogy a Thomas Mann regény is azzal kezdődik, hogy a múltnak ez a mélységesen mély kútja. Ugye ez is tulajdonképpen az időre hajaz, az időt jeleníti meg, és ugye elképesztő az, hogy ennyiféle, hogy mi lehet ott ezekben a hatalmas galaxisokban, hogy lehetnek-e civilizációk, és ugye az ember beindul a fantáziája ezzel kapcsolatban. A másik, a biológiai idő, ez pedig a nemzedékek ideje. Most én például nagyon sokat szomorkodom azon, persze vidáman, én vidám formában szoktam szomorkodni, mert azért szomorkodok vidáman, hogy ne legyen bajom tőle mentálisan. Tehát ugye ez rögtön egy tanács itt, hogy már, ugye ezért már megért eljönni, hogy ezt elmondtam. És ez úgy történik, hogy azt gondolom, hogy a nyugati gondolkodás és a keleti gondolkodás az elmúlt 100 évben ezzel okozta a legnagyobb traumát és problémát, hogy szétszakította a 19. században még egybetartó, összetartó, több nemzedéknyi együttélést, ugye a családnak a belső horizontját, ugye ami a bába asszonytól a halott sirató asszonyig terjedt. Ezt én nagyon-nagyon bánom. Nekem olyan különleges helyzetem volt, hogy a legutóbbi időkig én tulajdonképpen három nemzedékbe éltem együtt, tehát olyan kivételes lehetőség, mert együtt éltem a szüleimmel, jó darabig, meg a gyerekeimmel, és egészen addig, amíg a 20-ba ugye a Covid járványban mind a ketten ugye el nem távoztak, és ugye én erre esküszöm, erre a csodára, hogy akármilyen nagy technikai fejlődés van, meg hadipari, meg üzleti, meg tőzsde, meg civilizációs kihívások, meg új trendek, stb. De akkor is ennek látom a legnagyobb kárát a nemzedéki összetartozásoknak a tudatos széprombolása nyugaton és keleten egyaránt. Mert mind a kettő ugyanazt csinálta ebben, hogy teljes mértékben fölaprította azt a nemzedéki összetartozó erőt. Miért? Hát, mert azt gondolta talán mind a két ideológiai bázis, hogy ezek ne érezzék túl jó magukat úgy együtt, meg nehogy már őket, ugye a központi hívó szavakat figyelmen kívül hagyják. Mert a nagypapám elmesélte, anyai nagypapám, amikor gyerekkoromban vigyázott rám, hogy ez azt jelentette,
hogy az jelentette az összetartozás biztonságát, hogy együtt voltak a dédszülőktől unokákig. És mindenben számítottak egymásra, volt a rokonság, a komakör, a keresztszülők, stb. Ipa, napa, ugye rengeteg megnevezése van ennek a régi népi nyelvezetben. És az egy igazi biztos. A nagyapám azt mondta, hogy hát őnekik ugye volt 12 holdjuk, gazdálkodott rajta, és rendesen megkeresték a pénzt. Ugye tudták nemzedékek óta, hogy kell gazdálkodni, mindig volt félretett pénz, ha orvosra kellett, volt. Ha tandíjra kellett, volt. Ha a presbiter volt a templomban, ott is volt, mindenhova jutott pénz. Csak hogy elvették a földeket, ugye? Hát 45 után. És a végén, szegény, mivel nem szerzett olyan nyugdíj, ilyen segéd, és a végén ő a 12 holdas gazda, aki jó módba tartotta a családját, a végén éjjeli őrként fejezte be a 70-es éveiben a munkásságát, hogy egy tüzép telepen éjjeli őrködött, ugye? Tehát ezek ugye nagyon érdekes történelmi parafrázisok, az idővel összefüggő dolgok, tehát a biológiai idő a nemzedéki ideje, és a harmadik pedig a történelmi idő, a kronológiai idő, ez ugye egy mesterséges idő, ezt ugye mesterségesen hoztuk létre azért, hogy ugye az emlékezetünkben ne tévedjünk el, tehát amikor visszagondolunk valamire, akkor egy ilyen szalaghoz tudjuk fűzni az eseményeket, és akkor így nem keverjük össze, hogy mikor volt a Mohácsi vész, illetve mit tudom én, a Rákóczi szabadságharc. Ugye nagyon érdekes dolog az, hogy egyrészt ugye mondtam az elején, hogy az időt az nem tartalmazza az ember. Ugye gondoljuk csak arra, hogy hajnalban fölébredünk, teljesen sötét van a szobába, és akkor ugye nem tudjuk, hogy mi van. Tehát nem tudjuk magunktól, hogy most hány óra van, mennyit alhatunk, stb. Valamilyen módon azonosítani kell, hogy kinézünk az ablakon, hogy hajnalodik-e már, vagy ránézünk az órára, vagy mit tudom én. De ugye nem véletlen, hogy az időtlenség a legkegyetlenebb büntetés, mert különböző régi börtönrendszerekben ugye a sötét kamra. De abban ugye bele lehet bolondulni, vagy a félelembe, stb. Tehát az egyik legnagyobb kínzási módszer volt a sötét kamra például. Nagyon érdekes dolog, hogy itt az Osztrák Birodalomban Mária Terézia szüntette meg a sötét kamrát és a kínzást. Tehát elég sokáig fönn volt. Tehát a kínvallatást magyarul 1770-es években egy Sonnenfels nevű polihisztor javaslatára. Tehát a kronológiai idő az rendkívül fontos, hogy az eligazodás miatt. Aztán sokféle idő megfogalmazás van, ugye híres kutató Fernand Braudel, aki ugye a hosszú és a rövid időtartamot, aki azt mondja, hogy egy század az nem pontosan 100 évig tart, hanem ugye a 19. századra azt mondjuk, hogy hosszú, mert ugye nagyjából a nagy francia forradalomtól az első világháborúig tart, a történeti tematikai egységei, folyamat rendszerei miatt. A 20. századra azt mondjuk, hogy rövid, mert az ugye nagyjából a 20-as évektől tart a kelet-közép-európai rendszerváltásokig. Tehát tulajdonképpen akkor a 21. század már megkezdődött a 20. században. Ugye ezt így érti ugye Braudel. Aztán ugye az utó- és előidejűség, ez nagyon fontos dolog. Sokan azt gondolják, hogy a létezésünk az egy baráti kapcsolatban van a körülöttünk lévő időviszonyokkal, pedig nem. Tulajdonképpen állandóan úgymond az időn kívül vagyunk kiszolgáltatott módon, mert ne felejtsük el, hogy mindig az adott pillanatnak vagyunk csak a konkrét szereplői. Tehát ahogy ez a programma elkezdődött 10 órakor, ez már soha nem kezdődhet el ugyanígy. Hasonlóképpen igen, de ugyanígy, ahogy ma, az már egy kész, lezárt. Már soha nem jöhet vissza. Soha. Mindig egyik pillanatban benne vagyunk, de már, hogy abban a pillanatban egy picit megmelegednénk. Vagy hogy körülnél, nem. Már egy következő pillanat követel bennünket. Tehát adnak bennünket, sorjáznak bennünket a befogadó pillanatok. És ugye abban a pillanatban már az előző pillanathoz tulajdonképpen semmi közünk nincsen. Pusztán emlékezhetünk rá. Vagy hivatkozhatunk rá. De már az emlékezetünk által. Ugye ez az emlékezet téma, ez egy külön nagyon érdekes dolog, az anamnesis, visszaemlékezés, ugye, ez ugye regényekben, irodalomban, művészetben, stb.
ez nagyon-nagyon fontos dolog. Oroszlán szívű Richard, aki ugye a Szentföldön harcolt, és hazafelé jövet, ugye itt Bécs alatt harcba keveredett, megsebesült. Ugye, nagyon súlyos sebesülést kapott, és még fogságba is esett. És ugye ennek a híre 4 hét alatt jutott el Londonba. Tehát 4 hétig, 4 hét alatt jutott el ugye a futár innen Bécs alól, ugye Londonba, mire ugye ott megtudták, hogy mi van a híres királlyal. Vagy Szent Lajos király, a másik, aki úgy gondolta, hogy ő olyan nagy hatalma, hogy már az időt birtokba tudja venni. És ő azt gondolta, hogy a korabeli dinasztiák, Merovingok, Karolingok, Kapetingek király sírjaiból kiszedette a csontokat, és ugye összegyűjtette a Szent Denis temetőbe. És úgy gondolta, hogy ezáltal ő összpontosította a kezébe az időt. Tehát akkor foglalkozott ő úgymond időfilozófiai kérdéssel, és ugye az örök jelent akarta megfogadni. Az első modern gondolkodó a Szent Ágoston. Ugye ő, neki a híres mondása, hogy valójában nincs múlt, jelen és jövő, hanem jelen a múltban, jelen a jelenben, és jelen a jövőben. Tehát ugye ez a hármasság az, ami bennünket az önformálás szempontjából nagyon fontos, hogy ezekre tudjunk reflektálni. Csak közbevetőleg mondom, hogy az önformálás azt jelenti, hogy óriási felelősséggel gondolom át az időhöz való viszonyomat, akár minden nap. Én erre 15 évvel ezelőtt jöttem rá, több publikációm is szól erről, meg csinálok önálló kutatást is erről, és azt gondolom, hogy nyilvánvalóan nem fogom megfejteni az idő titkát, de állandóan küszködök, gondolkodom rajta, abból a szempontból, hogy ugye milyen szörnyű, amikor egy ember abszolút nem foglalkozik az idővel, hanem csak az úgymond életritmusok szerint él. Például valaki lakik valahol mondjuk egy városban, és az ott szokásos élet, magyarul olyan, mint egy flipper golyó, tehát olyan úgy éli az életét, mint egy flipper golyó, hogy mindig egy gumi löki valamilyen irányba, tehát nem ő maga irányítja magát, nem a saját öntételezője, önismeretről ugye szó sincs. És ugye ezzel szemben ugye nagyon fontos dolog ez, hogy ugye, ami a Hamlet, ez egy hamleti kérdés is alapvetően. Tehát, hogy a sors formáló belső akarat. És itt ugye nagyon fontos dolog az, hogy túl tudja tenni magát az ember a hatalmas, materiális, kaleidoszkópszerű, színes világon, fogyasztói világon, amiben benne él, amelyik ugye állandóan ugye óriási mennyiségű adathalmazt zúdít rá, hogy ezt csinálja, azt csinálja, ezt vegye, azt vegye. Tehát az első igazán modern Szent Ágoston önmegismerés, önformálás tekintetében mindenképpen ajánlom, aki még nem olvasta esetleg, a Vallomások című Confessionis csodálatos munkáját, ami ma is egy fantasztikus erőt tud adni. Én például sok fiatalnak a kezébe adtam ezt a munkát, és akik elolvasták, hát ugye így megmenekültek a szovjet himnusz meghallgatásától, tegyük hozzá. Akik elolvasták, egyértelműen azt jelezték vissza, most itt a 21. században is, hogy tanár úr, köszönöm, ez egy csoda. És azt mondja, másként látom magam. Tehát ugye ez is nagyon fontos dolog, hogyha mondjuk tanárok vagyunk, és az önformálás, a cél, a tét, egy közösség tagjai vagyunk, hogy ezzel segítsünk például, hogy olyan dolgokat adok a kezükbe, a kezébe, amivel ugye használok neki. Vagy ugye itt ami nagyon fontos dolog, a külső és a belső idő, ugye az, ami körülöttünk zajlik, tehát ahogy részt veszünk az időbeli viszonyokban, szenvedőként, társutasként, vagy akár örömökben, az ugye úgymond a kronológiai idő, de viszont van a belső idő, ami azért nagyon fontos, mert a belső idő jelenti azt, hogy kilépek a kronológiai időből, bekopogok a lelkemnek, vagy akár a szívemnek a kis kapuján, ablakán, bejövök, és akkor ott van nekem egy belső világom. És abban a belső világban
ugye, az is időiség, de más típusú. Ugye ez a külső, ez a zajos, hangos, fogyasztói idő, ez pedig a belső, akár egy meditáció, önmagam való szembenézés. Ugye az elején mondtam, hogy hát nem véletlenül születünk. Tehát mindenki születik valamiért és valamire. És ugye az alfától az omegáig, tehát a születéstől a halálig, érdemesebb ezzel szembesülnünk, és érdemesebb a saját sorsunkat akár így kézbe venni, irányítani. Én például merem állítani, hogy amióta így nagyon komolyan veszem az időt, az időiséghez való viszonyomat, akár még több életet is meg tudok élni. Ebbe a jelenlegi fizikai síkba, amiben beleszülettem. Ugye erről volt szó, ugye a Hubble-nek ugye ez a világhírű és sokat idézett felfedezése, ugye ez a táguló univerzum, táguló világegyetem, vagy az idő, mint külső, az idő, mint belső világ, ugye az időfal. Ugye nagyon érdekes dolog, hogy ugye aki Plotinosz filozófiáját tanulmányozta, ugye ő az, aki hát ugye a kereszténység számára, ugye a korabeli vallásokból, illetve a platonizmusból, majd az új platonizmusból, ugye korszerűsíti, fölépíti ugye ezt a hármasságot, ugye az Atya, Fiú és a Szent Lélek, ugye és ez valójában Plotinosznál az egy, a szellem és a lélek. Hiszen ugye nem tudott ugye más, mint hogy az egyes számmal, tehát numerikusan jelöli ugye az Atyát, és ugye ezt a csodálatos kiáramlást, ezt ugye így építi föl, és ebben az anyagiságban ugye, amikor egy ember megszületik, akkor a születése pillanatában jön át az időfalon az a kis lélek darabka, amit ő magához vonz, vagy bele ültetődik. Ugye ez egy teljesen spirituális, szakrális háttér, de nyilvánvaló, hogy ennek fiziológiai és mentál-ontológiai hátterei vannak, bizonyítottan. Na most ez pontosan azt jelenti, hogy ez az a kis mentális lélek darabka az, ami őt egy abszolút egyedi vé, egy senkivel össze nem hasonlíthatóvá teszi, hiszen ugye mindnyájan nagyon különbözőek vagyunk, mert rengeteg akár testi megjelenési formán, új lenyomatunk, iriszhártya lenyomatunk, stb. Hangunk például, vagy például a levegő, amit kibocsátunk, emlékezzenek arra a híres Kalambó filmre, ahol Kalambó úgy buktatta le a gyilkost, hogy tudta, hogy előtte egy luftbalmot fújt fel az egyik kisgyereknek. És megkereste azt a luftbalmot. És utána bevitték a rendőrségi laboratóriumba, és tulajdonképpen a lehelet fújása alapján azonosította a gyilkost. Ugye? De ezt csak egy érdekességképpen mondtam el. Ugye, körülbelül 250 éve ugye erre az útra léptünk, hogy a pénz helyeződött a középpontba, az üzlet, az opcionális világ, ugye, ez most már szörnyű valóságba fordult át. Most is ugye egy olyan konfliktus zajlik itt a 21. század elején, ezt most nem fejtem ki, mert ez ismét egy külön előadás lenne, de a lényege pontosan az, hogy sajnos, ahogy a 20. század elején elindult egy politikai, gazdasági forgatókönyv az Egyesült Államokból, és ugye ahogy a 20. századot ez végig vitte, tehát szigorúan a forgatókönyvet betartották, minden úgy zajlott, és ugye azt hittük, hogy végre majd lesz lehetőség arra, hogy a 21. század már egy más forgatókönyv szerint induljon, de nem. Sajnos azt kell mondanom, hogy ugyanazt a forgatókönyvet vették elő, és ugyanazon forgatókönyv szerint próbálják ezeket a civilizációs problémákat rendezni, ami egy nagyon nagy fájdalom és nagyon nagy probléma. Az idő, mint anyagiság, ugye időérzet, ugye nagyon érdekes dolog, ez is mutatja, hogy nem vagyunk benne az időben, tehát nem tartalmazzuk az időt úgymond, hogy gondoljunk csak bele, hogy hát hányszor nézünk naponta az óránkra, vagy időazonosító tárgyra, ugye? Hányszor nézünk rá? Mert elvesznénk, hogyha nem néznénk rá.
Ugye, amíg tényleg csak a karóra volt néhány évtizedet ezelőttig, ugye az volt a leggyakoribb időazonosító eszköz. Ugye a statisztikák szerint egy ember egy nap átlagosan, egy városi ember 40-70 alkalommal néz az órájára. Na most sokszor elvégezték azt a kísérletet, hogy évekig már valakinek megvolt az órája, 40-70-szer ránézett, de akkor egyszer hirtelen valaki megfogta, azt mondja, mondd meg, milyen színűek a mutatók. Az öme nem tudta megmondani, milyen színű a mutató. Tehát ilyen értelemben ez az anyagiság, ugye ez egy ilyen osztatú dolog. Paul Virilio, francia hadtörténész, filozófus, a dromológia, a sebesség tudományának megalapítója. Ő fejti ki, és ő kutatta a 80-as évektől, hogy a sebesség maga az valójában minden gazdasági és civilizációs folyamatunk rejtett alapja. Tehát ez egy rejtett alap, a sebesség, nagyon fontos vele foglalkozni. Itt mondja Kant, amit már előre jeleztem, hogy az idő az érzéki megismerés a priori formája, tehát hogy nem tartalmazzuk valójában az időt. Edmund Husserl, ugye, aki a 20. század elején élt német gondolkodó, ő az időt a tudat életével hozta összefüggésbe, az idő a tudat életének kontinúuma. Ugye a múlt az valamiféle retenció, megőrződés, mondja, a jövő pedig valamiféle protenció, előre vetítés. Tehát ilyen értelemben, ugye ez nagyon fontos dolog, a képtudat és emlékezet kérdése az időben. Tehát képtudat, emlékezet, idő. Eugen Fink, német filozófus foglalkozott ezzel, aki ugye megkülönbözteti a például egy jelenséggel kapcsolatban, amikor észreveszünk valamit, hogy valamit belelátunk, vagy az adott morfológiai tényezőket benne látjuk. Tehát belelátunk valamit, vagy benne látunk. Ugye ezek nagyon érdekes dolgok, most eszembe jutott, hogy éppen most van a Bosch kiállítás, mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, mert ő például az idő ábrázolásának egy fantasztikus zsenie volt ugye amúgy szörnyű képein, és a vizuális nevelésben nagyon fontos szerepet tölt be a képtudat emlékezet idő kapcsolatának megfelelő morfológiai értékelése, bemutatása. Heidegger ugye, aki itt van a híres kis kunyhója, ahol írta ugye a nagy műveit, ahova visszavonult ugye egy csodálatosan szép természeti helyre, és ugye ő nála az időiség, az itt lét, akkor a halál felé való lét, és ugye azt mondja, hogy tulajdonképpen az időt azt úgy kell fölfogni, mint egy állványt, egy gestelt, ami ugye beköltözik az emberbe. Na most az emberbe a beköltözött időt a 20. században leváltotta a technika. Tehát azt mondja, hogy az emberbe, ugye ezt már nagyon korai írásaiba, már a 20-as évek, 30-as évek írásaiba leírja, hogy az ember sajnos, lehet, hogy az embernek a technika lesz az utolsó apokalipszise. Civilizációs időritmus, ugye lassú vagy dinamikus, a politikai idő, mint a kultúra sorsa, lineáris és ciklikus politikai idő. Na most a lényeg, hogy a nyugat, amihez ugye mi úgymond tartozónak véljük magunkat, elsősorban lineáris modellt követi, tehát az eszközt és értékvilágot elkülöníti, nem kell magyaráznom, hogy üzleti okok miatt. Itt van rajtunk ugye a gyorsuló idő, mint kényszer. Befejezés felé kanyarodva, ugye a végső felismerésünkhöz én mindig azt ajánlom, hogy állandóan tekintsük át a napjainknak azokat a tennivalóit, amelyek igazán fontosak számunkra, és elsősorban mentális összefüggésekben gondolkodjunk, és próbáljuk meg így ilyen három vázlatot csinálni, hogy nagyon fontos, elengedhetetlenül fontos dolgok, akkor úgymond, ha másra már nem kell idő, akkor megtehető dolgok, és a harmadik pedig, ami nagyon sok időt elvisz, szükségtelen, amit el lehet vetni. Tehát, hogyha ezt követjük, akkor nagyon nagy eséllyel tudunk a kronosz, tehát a fogyasztói idő ellen harcolni, és a másik, ugye itt van egy gyönyörű, szép 16. századi litográfia ábrázolás Kairoszról, aki látjuk, hogy megérkezik a barlangból éppen kifelé jövő
igazságot megmenteni, mert itt van egy nagyon ronda sárkány szülemény, amelyik ugye az igazságot ugye vissza akarja zavarni a barlangba, tehát hogy ne tudjon magyarul világra jönni az igazság. Ne tudjon az igazság ugye érvényesülni, és Kairosz ugye a belső idő, a belső mentális lélekidő, ez maximálisan támogatja, megfogja a kezét, és kimenti őt, hogy az igazság napvilágra kerülhessen. És így az ember ugye ne vesszen el a kronológiai időben, hanem találja meg a saját idejét, és hogyha megtaláltuk a saját időnket, akkor tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy mi magunk tartjuk kézbe a saját sorsunknak a gyeplőit. Mindenkinek nagyon jó önsors gyeplőzést, saját sors gyeplőzést kívánok, és köszönöm szépen a figyelmet.